Új arculata lett a Sárospataki Újbástya rendezvénycentrum kazamatájának. A feudális Magyarországon alkalmazott megszégyenítésekről és kínzásokról vallanak az úgynevezett börtönpanoptikum kiállítási tárgyai. Az ünnepélyes megnyitón a sátoraljaújhelyi és sárospataki rendvédelmi szervek is képviseltették magukat, így még különlegesebb hangulata lett az eseménynek. A jelenlévő vendégek rögtön ezután egy másik kiállítás megnyitóra sétáltak át, ahol már a polgárőrség a rendvédelmi szervek történelméről és egy kis hadtörténetről tudhattak meg még többet az érdeklődők. Ezek közül is kiemelkedett a rendőrség történetét feldolgozó anyag. Nagyon fontos az együttműködés, de nem csak a BV-vel, hanem a polgárőrséggel és egyéb szervekkel együtt. Mi közösen dolgozunk. Van egy ilyen prevenciós programunk, amire éppen itt a megnyitón utaltam is, hogy sok millió forintot nyertünk, és ezt közösen használjuk fel. A polgárőrség, a polgárvédelem, a katasztrófavédelem, a BV és a rendőrség. Ha ez az együttműködés hatásos, akkor ennek a lakosság érzi a hasznát. A két kiállítás anyaga valamennyi korosztály számára tartogat érdekes és néha még meglepő tárgyakat, eszközöket, ruhákat, képeket is. Mikor a sarokbástya pályázatát beadták, akkor a pályázat egyik része volt, hogy egy város történetét vagy Magyarország történetét bemutató panoptikumnak kell szerepelnie. Most ez kimaradt a pályázat megvalósításából, és most, ha úgy tetszik, eredeti funkciójának megfelelően egy panoptikumot helyeztünk el Sarokbástyában. Remélhetőleg ez hozzájárul Sárospatak város turisztikai attrakciójának a növeléséhez. Tavaly év elején, amikor a Hadtörténeti Egyesülettel a Donkanyaros kiállítást csináltuk, egy jó hagyományt sikerült elindítani azzal, hogy valami történeti jellegű, és eszközöket, eredeti, előtalált, történelmi időkbe visszamutató eszközöket, ruházatokat, okiratokat bemutató kiállítást csináljunk, hiszen nagyon jó a karácsonyi szünet után új évet kezdő iskolásoknak is ez az anyag. Azért is mondom ezt most erre is, mert ez ugyan decemberben most már ugye megnyílt, de március közepéig ez a kiállítás anyag itt lesz, és azt gondolom, hogy egy jó kis történelmi óra pótló látogatás lehet itt egy órában ez a kiállítás.